esti elvtársaim! Elérkeztünk a 2009-2010-es tanév utolsó ünnepélyes alkalmához, a tanévzáróhoz. Felkérem a tanulóbibliotekát, vonuljanak meg iskolánk zárójával. Vigyázzállással fejezzük ki tiszteletünket. Elsőként a Forrás Néptánc Együttes Nagy Kutya Vártárs csoportjának táncában gyönyörködjünk. Hát ez így nem lesz jó! Szevasz Bence, Bandi azt mondta este tánc lesz, meg kell döngölni a csűr! Jó van, döngölj! Hát ez így nem jó, nagyon porzik. Attila, hozna vizet. Such a yes.
verseit tolmácsolja Artak Szonya, Cipra Marietta, Kirilla Lilla és Látka Patrik a 6. C-osztályból. Két hónap napfény vár ránk a nyárban. Kószálunk vígan viruló tájban. Hűsítő tavakra, strandokra járunk. Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. Tekerünk sokat, nem riaszt felhő. Csalogat mező, hívogat erdő. Aranykalász közt pipacsot égnek. Kék búza virág suttog a szélnek. Távol a gyors malat füttye után, kalácssal cukorral nagyon vár. Játszani, nyaralni, élni de jó. Szeretünk vakáció! Hát azért vagyunk itt együtt, hogy tánccal, versekkel, zenével elbúcsúztassuk az évet. Az igazgatónak mindig az jut, hogy ő beszéddel búcsúztat. Mint minden évben most is, a tanév vége az iskolában nem csak az örömnek az ideje, hanem az összegzésnek, értékelésnek és a köszöneteknek is az időszaka. Fontos eredményünk a 8-osok felvételéje. Örülünk neki, hogy a nagy többségük, kétharmaduk bejutott az első helyen megjelölt középiskolába, ami nagy eredmény. Fontos és nagyon jó eredmény született a kompetencia mérésen, amely a mi iskolánkat összehasonlítja az ország összes iskolájával. Az a legnagyobb örömünk, hogy a magyarból és matekból is az ország legjobb iskoláinak egyharmada között vagyunk. Összesen 118 tanulónk ért el kitűnő vagy jeles eredményt. 3 8-os tanulónk büszkélkedhet azzal, hogy 8 éven keresztül végig kitűnő lett. Babics Eszter, Darvas Fruzsina és Vas Tünde. Iskolai feltételeink nagyban javultak az idén, illetve folyamatban vannak. Első helyen mindenki számára látványos állványozást említeném, amely összefügg az ablakcserével, a szigeteléssel, a kazánok cseréjével, meg fogunk újulni iskolánk kívülről, ez lesz Érd legszebb kastélya. Köszönöm külön a Suli TV stáb munkáját is, Horváth Mártonnak a munkáját, aki most is itt ül az erősítők mögött, Zakariás Istvánnak, Mars és Anettnek, Verebi Zsófinak, és a felnőttek közül oklevelet adományozunk Borsainé Takács Rita tanárnének, aki vezette, és Leszák Tamásnak, aki végig videókat készített a tanév során. Köszönöm pedagógusainknak is a sok hasznos tanórát, a gyerekekkel való külön foglalkozásokat is, a szülőkkel való foglalkozást, az osztályfőnököknek a közösség és a gyerekek formálását, a sok többletmunkát, a rendezvényeken, programokon végzett méretetlen fontos munkát. Nagy köszönet jár a szülőknek is az együttműködésért, a jó szóért, de azért is, hogyha problémákat jeleztek. Kívánok nagyon szép és hasznos nyarat mindenkinek, azért ne felejtsétek elővenni néha a tankönyveket, a ceruzát és tollat is, és ezzel a 2009-2010-es tanévet bezárom. Köszönöm a figyelmet!